Hey. Hey. Na halló, szevasztok srácaim, üdv mindenkinek. Ez itt egy újabb autós vlog, mert ugye kérdeztem, hogy milyen videót szeretnétek, meg most egyelőre ez nagyon jó videó ötlet, szerintem legalábbis. Főleg ezzel a Full HD 60 FPS-sel. Ugye? Nos, kérdeztétek, hogy... Mármint nem is kérdeztétek, hanem szerettétek volna, hogyha csinálok egy videót arról, hogy hogy megy az, hogy nektek mondjuk B-kategóriás jogosítványotok legyen. Na most első körben ugyebár úgy néz ki, hogy B-kategóriás jogosítvány. Ez úgy néz ki, hogy nem kell ahhoz se, mit tudom én, szóval már mint nincsen felosztva úgy, mint a motoros. Van úgy, hogy egy simán B-kategória, ugye ez az, hogy 3,5 tonnáig vezethetsz vele bármilyen autót, ami max 3,5 tonnás. És személygépkocsi természetesen. Na most ez úgy néz ki, hogy te 17,5 évesen bepattyogsz bármelyik neked tetsző autós iskolába, és beiratkozol. Beiratkozáshoz mi kell? 8 általános iskola, bizonyítvány. Bizonyítványt vidd magaddal, 8 általános kell. Aztán egészségügyi vizsgálat, na most ez úgy néz ki, ez az egészségügyi vizsgálat, hogy már nem emlékszem, de azt hiszem a papírt, a beutalót, azt a beiratkozáskor kapod, amikor mész, beiratkozol az iskolába, ezt akkor kapod. Ugye ezzel tudsz, elmész az orvoshoz, megnéz, körbenéz, jó van, jó lesz, leixeli, hogy jó lesz, megcsinálhatja a jogosítványt, ugyebár rád gondoltak, ugye természetesen, és akkor ezzel visszamész az iskolához, hogy hopp, na, akkor ez megvan. Aztán ugye általános, 8 általános, egészségügyi, és így köbő ennyi. Ez konkrétan más nagyon nem is kell, meg ugyebár a kezdő részlet. Na most, ugyebár, hogyha ezek megvannak, így, ahogy vagyunk, ugye befizeted az első részletet, ugye ez az oktatást jelenti, nem tudom, 30 óra körülbelül, 30 óra oktatás, kressz oktatás, és ugyebár, hogyha megvolt a kressz oktatás, ugye itt tanuljátok meg a kresszt, szabályok, 100 méter múlva mondjuk ott lesz az elsőbségadás és gyalogátkelőhely, hogyha ezeket ugye megtanuljátok, ezután mentek kressz vizsgára, ahol megmutathatjátok, hogy mit is tanultatok eddig. És ugyebár úgy van, hogy 75 pont a max, és 65 pont kell minimum, hogy te átmenjél. Na most igen, ez olyan könnyű lenne, de... nagyon sok hülyeséget beleraknak, amire nagyon figyelni kell, és nagyon sok esetben két értelmű is a kérdés. Meg ugye a válaszokat inkább nem is mondom. Nagyon pici eltérések vannak, és nagyon brutál. Szóval, hogyha először mész kressz vizsgára, akkor mindenképp ugye bár vegyél gyakorlást. Ugye ezt a tanítóktól lehetett venni, régen a szakol.hu-n lehetett ingyen gyakorolni, és ugyanazok voltak a kérdések, meg a válaszok, mint vizsgán, de most már ezt fizetőssé tették. Úgyhogy, nem is tudom, azt hiszem 4000 forintért lehet venni. Meg kell venni, és figyeljetek, nagyon fontos, vizsga előtt 2 héttel minden nap 2-szer gyakoroljatok, és tuti, hogy átmentek a vizsgán. Ez 100%. Én is így csináltam, mondjuk én 1,5 héttel ezelőtt, de senki ne csinálja így, de átmentek. Motorral is így voltam, 1 héttel előtte kezdtem el, és átmentem, de az a tuti, hogyha 2 héttel előtte minden nap 2-szer gyakoroltok. Ez 100%, hogy átmentek. Ugyebár vizsgán 60 percetek van, először a tuti kérdések, ugye, várjál, hány kérdés van? 55 talán. Nem tudom így hirtelen hány kérdés van, de az biztos, hogy vannak 3 pontosok is, ez 10 darab 3 pontos kérdés. Ugye ezen át kell menned mindenképp, mert ugye nem mehetsz vezetni.
képernyőn ugye beülsz, befizeted, mert befizették, megadják az időpontot, mikor mehetsz kresszvizsgára, hogyha végig csináltad az órákat, és akkor ennyi. És akkor hajrá, mehetsz. És akkor az úgy néz ki, bemész, elmondja a vizsgabiztos mi újság, mutatja, hogy a képernyőhöz nem nyúlsz, majd ha szól, akkor rákattintasz, tovább megy, lesz körülbelül 5 darab próbakérdés, ez nem éles, ez csak egy próbakérdés, ezeket megcsinálod, akkor utána írja, hogy na, most akkor mennek az éles kérdések, és akkor innentől kezdve élesbe csinálhatod azt a nem tudom hány kérdést. És ugye 65 pontnak kell minimum lennie, de te ezt útközben nem látod, hogy neked mennyi volt jó eddig, vagy mennyi nem. Ez majd a legvégén derül ki. Na, most ugye bár, hogyha megvagy, akkor mehetsz tovább. Hát semmi gondot, szólsz az iskolának, hogy szeretnél vezetni. Megvan a kresszvizsga. Ha megbuksz, akkor ugyanott az épületen belül, a vizsgaépületen belül odamész, és mondod, hogy szeretnél újra vizsgára jelentkezni, befizeted a 11 000-et, azt hiszem ennyi, és mondod, hogy kérsz új vizsgaidőpontot, és ugye gyakorolhatsz. Sulitól pedig kérsz, mármint veszel gyakorlást, és gyakorolsz tovább. Megolvasgatod nyilván a könyvet. Oké, na most, ha megvagy a kresszvizsgával, ugye, fog szólni az iskola, hogy ez lesz az oktatód, itt találkozhatsz vele, és ide kell elmenned. Innentől kezdve az oktatónak kell vinni majd a részleteket, 10 óránként kell fizetni neki. Nem tudom, mennyibe kerül most jelenleg egy óra tanítás. Ugye mondtam, hogy full az egész mindenséget, attól függően, hogy hol vagy, 160, 180, 200 ezer forint körül tudod ezt megcsinálni. Megvagy az oktatóval, akkor az úgy fog kinézni, hogy az első 10 órában azt fogjátok tanulni, mármint azt fogja neked tanítani, hogy hogyan is kell az autót vezetni, hogyan viselkedik, meg indexelni. Én például elmondom nektek, úgy kezdtem, hogy lementünk egy szigetre, ilyen akadályok voltak, és akkor az akadályokat indexekkel kellett kerülgetni. És akkor ez ment ilyen 10 órán keresztül, meg tolatás, meg előre, hátra, meg ilyenek, és akkor eljött az első pillanat, hogy azt mondták, hogy na akkor Norbi, kimegyünk forgalomba. Na most az olyan érdekes volt, képzeljétek el, hogy totál beszartam, tök furcsa volt, hogy én autóval kimegyek forgalomba, ráadásul nagy forgalomba, mert én Budapesten tanultam vezetni, és lesokkoltam, mármint leblokkoltam, totál nem tudtam, hogy mi a szar van, merre menjek, szóval tök idegen volt, nyilván eddig egy tök kihalt szigeten kerülgettem indexel akadályokat, most meg pedig bekapok hirtelen 30 autót, és 30 közé bemegyek, és össze-vissza kell menni a jó pesti táblázásoknál. Na igen, igen, szóval ja. Semmi probléma itt se, visszamentünk, mondta az oktató, hogy úgy látszik, hogy még nem vagyok eléggé felkészülve, ezért visszamegyünk szlalomozni, mondom, nagyszerű. Utána ez megvolt, 2 vagy 3 órát, vagy 4-et ott voltunk még, utána megint kimentünk a forgalomba. Most ugye egyre jobban ment nyilván a vezetés, elmondta mi újság, hát voltak sztorik, olyanok, hogy lefékeztem totálra, padlóra, hú, de ügyesen összementetek. Az igen. Szóval lefékeztem totálra padlóra azért, mert mondjuk erről a, mármint balról 3 cigánygádzsó, cigánygádzsó, ezt jól megmondtam, betolt valami Opel kombit a kereszteződésbe, előről biciklis, oldalról lovaskocsi, és akkor mondja az oktató, hogy miért fékeztem le. Mondom, nem látja? Innen tolják be az autót, lökik be elém szó szerint, onnan biciklis, onnan lovaskocsi. Na most akkor... És akkor mondja, hogy Norbi, ezt így nem lehet. Azért van a kressz, és azért van mindenkinek jogosítványa, mert megtanulta egyszer. Szóval a kresszt alkalmazzam, és használjam, meg minden. Szóval értitek, hiába jön így, meg úgy, van egy kressz, azt be kell tartania mindenkinek. És mindenki betartotta. Így kell kimenni, így kell gondolkodni, és így kell vezetni. És akkor nem lesz probléma. Tudod, hogy neked van elsőbséged, akkor te mész. Itt is nyilván nekem kellett volna menni, de hát na. Mindegy. És igazából egyre jobb lett, aztán ugye eljött a vizsga pillanata. Hát vizsga. Na most ez sokféleképpen megy. Van, aki azt mondják, hogy ó, hát mindenkit meghúznak egyszer. Meg ilyenek. Hát megmondom őszintén, hogy az összes vizsga a B kategóriás
jogosítvány menetén keresztül. Megmondom őszintén, hogy csak a egészségügyi vizsgán már, mint újraélesztés, és mi a szar, egészségügyi vizsga. Azon húztak meg, képzeljétek el, kétszer megbuktattak, rohadt pénzéhes genyó, kellett a statisztika, nem tudom, de úgy képzeljétek el, hogy nagyon durván gyakoroltam olyan emberrel, aki az egészségügyben dolgozik, és csak azért is meghúztak, és csak fasságokon. Szóval nem volt nekik mindegy az se, hogy pólya vagy géz. Bármint nem géz, várjál, csak pólya, meg várjál, mi volt a másik, már nem emlékszem. Pólya, nem mindegy, hogy pólya vagy fásli. De most ilyeneken megbuktattak. Nem mindegy volt nekik. Szóval, ja. Aztán, ugye eljött a vezetés. Na most erről azt kell tudni, beül a vizsgabiztos, és akkor mondja az oktató, hogy ellenőrizd az autót. Ugye a vizsgabiztos nem szól semmit, csak néz, és hallgatja, hogy te azt csinálod-e, és jól csinálod-e, amit az oktató kér. Nyilván kihúztok cetlit, mert mint ad cetlit, hogy húzd ki az útvonalat, meg a feladatokat. Na most ugye én körbenéztem az autót, tök jól minden, vizsgabiztos folyton a kis lapkáját nézte, vagy nem tudom miért, mappáját, és akkor mondta, jó, köszönöm szépen, mehetünk tovább. Na most azt kell tudni a vizsgabiztosra, hogy mondta az oktató, hogy nemrég van, mármint nemrég vizsgabiztos, és általában csak beül hátra, és csöndben van, és megköszöni, hogyha jól csináltuk a feladatot. Na most akkor következő, ugye megvolt, leellenőriztem az autót, indulás. Köszönöm szépen, megköszönte a vizsgabiztos, indultunk. Aztán ugye volt egy olyan, hogy háttal kellett betolatni az út szélére két kocsi közé. Na most itt is ugye mi volt? Mondta az oktató, hogy kérem a következő feladatot. És ugye én láttam, hogy mi van, mert mint kérek egy, mit tudom, háttal betolatást. És akkor ugye pont akkor mondta az oktató, amikor mindketten láttunk egy olyan helyet, ahol ez végrehajtható. Szóval ő nem fogja mondjuk itt a főút közepén azt mondani, hogy hát tolassál már be, meg ilyenek. Nem, ő pont akkor fogja kérni a feladatot, amikor pont olyan helyszín van, meg pont olyan lehetőség. Na, meg is volt, betolattam, megfordulás is volt nyilván, az is meg volt, jó volt. Nem kellett sokszor semmit, se kétszer csinálni. Aztán visszamentünk, és képzeljétek el, nagyon fontos. Azt mondta az oktató, hogy igen, nagyon jó, látszik, hogy nyilván még tanuló, de nagyon jól ment Norbert. És akkor egy valamit viszont nagyon kérnék, a visszapillantókat. Na most ez tényleg rohadt fontos, ezt mondták is nekem, hogy folyamatosan nézegessem a visszapillantókat. Igen, szóvá is tette a vizsgabiztos, és le is írta a papírra, hogy nem nagyon nézem a visszapillantókat. A visszapillantókat kb. Folyamatosan nézegessétek, mármint félszemetekkel, de úgy, mármint nem félszemetekkel, hanem a fejeteket is picit fordítsátok, mert a vizsgabiztos az nézi. Értitek? Összes visszapillantót nézzétek, az nagyon fontos. És legyetek nyugodtak, alkalmazzátok a kreszt, ahogy tanultátok. Ez tuti módszer, ez 100%. Mindenkinek a kreszt kell alkalmaznia és betartania. Így ezáltal nem lesz gond. Mi a szar? Csináltok. Jaj. Úgyhogy a gyerekek. Nem annyira nehéz ez a vizsga, de meg kell tanulni. Nyilván furcsa, mert soha életedben nem vezettél, meg ilyenek, de... Akkor is. Hadd kanyarodjak már be. Úgyhogy igen, gyerekek, semmi probléma ezzel. Azért van az oktató, hogy megtanítson titeket mindenre. És azért vagytok ti, hogy megtanuljátok a kreszt. Attól ne féljetek, hogyha pótórákat kell venni. 500 kilométer van, azt hiszem, amit le kell vezetni. És 30-valahány óra. Na most Pesten nyilván nem lesz meg a sok dugó miatt a kilométer, de az óra igen, ilyenkor sincs probléma, picit tovább kell menni. Ha ügyesek vagytok, akkor semmelyiket se kell elérni. Az oktató már azt mondja, hogy előre beírja, és akkor mehettek vizsgára, de ez emberfüggő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!